Hosszú idő után újra Budapesten tartott beszédet március 15-én Orbán Viktor. Az egybegyűlteket Magyar Péterről, Balogh Zoltánról és a kegyelmi botrányról kérdeztük. Sok minden történt, ugye Novák Katalin lemondása, Varga Judit lemondása, és csak azt akartam megkérdezni, hogy önöket hogyan érintette ez az egész? Annyira érintett, hogy mintha a családba történt volna. Egy nagy hiba, de fáj, de ez van. Lónak négy lába van, mégis megbotlik, megmondom őszintén, nem volt szerencsés dolog. Hogyan csapódott le ez? Semennyire nem érintett, nem. Teljesen irreleváns volt, hogy egy... Abszolút, igen. Hogy egy pedofil bűnsegédjének kegyelmet adott a köztársaságnak, és utána lemondott ez? A nagy politikához képest ez egy teljesen irreleváns dolog. Nagy sok volt számomra is. Aztán egy ilyen gyász időszak következett, mert nagyon sajnáltam a köztársasági elnök asszonyt, aki nagyon méltó és alkalmas volt arra, hogy hazánkat ezen a címen képviselje. Megviselt őszintén szólva, mert azt gondolom, hogy nem ő az egyetlen, aki hibát követ el, hanem nagyon sokan követnek el hibákat, és ennek ellenére még mindig ott vannak, ahol nem kellene lenniük, és senki nem vállalja a felelősséget, csak ő. Szóval nagyon sajnálom, és remélem, hogy megtalálja a lelki békéjét. És önök szerint ki a felelős azért, hogy egyáltalán kegyelmet kapott ez az ember? Hát csak ő, mert ő írta alá végül is. Viszont remélem, hogy valahogy csak elcsitul ez a... Hogyha önök is nem segítik, hogy még továbbra is felszínen maradjon ez a téma, akkor csak elcsitul és megy egy tovább az ország a jó irányba, mert abba viszik. A Fidesz abba az irányba viszi, jó irányba. Aztán meglátjuk. De azért jobb, hogy kiderült, mint hogyha nem derült volna ki, nem? Szerintem nem szabad kiderüljön, hogyha ő személyesen nem akarja ezt nyilvánosságra hozni. Ez egy nagyon nagy hiba volt. Ez egy nagyon nagy hiba volt, és elmondom, a legnagyobb fájdalom az országnak nemzeten kívül talán Novák Katalinnak volt, aki pontosan az ő egész élete arról szólt, hogy ilyen ne történhessen meg, és ő követte el ezt a hibát. Tehát a rendezvényre csak magyar László tudsz behozni. Se orosz, se ukrán, mert ez a szabály. Európai uniós, vagy német, vagy lengyel László lehet vinni. Kérem, meg tudnám mutatni ilyen szírott szabálykönyvet erről? Mi ezt az utasítást kaptuk. Köszönöm. Ezt az utasítást kaptuk. Kicsit Magyarország ilyen burokba él a kormány propagandának köszönhetően, aki csak a propaganda televíziót nézi, az állami tévét, vagy az állami rádiót hallgatja, az úgy gondolja, hogy a nyugat megtámadta Oroszországot. Közben az ukránok a szabadságharcukat vívják. Ez ugyanolyan szabadságharc, mint amit Magyarország vívott 1848-49-ben, vagy 1956-ban. Nem féle attól, hogy itt valamilyen atrocitás éri? Hát igazából nem a legújabb kabátomba jöttem, hogyha leköpnek, vagy leszakítják, akkor ne azt tegyem tönkre. Tehát kicsit persze félek, meg találkoztam is ilyenekkel az utcán, akik odajöttek, és hát nem tetszett nekik. Másik téma, hogy ön szerint a Balogh Zoltánnak vissza kéne vonulni a közélettől teljesen? Azonnal. Igen? Azonnal vissza kéne vonulnia. Igen. Nagyon nagy felelőssége van, le kéne mondani. És akik a Zoltán mellett is vannak. Igen, úgy látszik, és ezt mondta is, hogy nehezen engedi el. Ő egy nagyon szorgos, dolgos ember, sok úgy gondolja, hogy sok dolga van még, de én hiszem, hogy meghozza megfelelő választ. Ez az ő döntése. Jó napot kívánok! HVG.hu-tól vagyunk. Van kedvük esetleg válaszolni egy-két rövid kérdésre, csak így gyorsan. Én teljes egészében tájékozatlan vagyok, és hogy megengedi, akkor most tartózkodom a nyilatkozatételtől. Köszönöm. Megbeszéltük. Hello. Én úgy gondolom, hogy valóban nagy felelőssége van Balogh Zoltánnak. Balogh Zoltán a elnökasszonynak nem csak az, hogy példaképe mentora volt, ugye hát nyilván a minisztériumban volt először államtitkár, és vakon megbízott, amit sajnos nem lehet. A Balogh Zoltánnak egy következő nyilatkozatában, ő már akkor nagyon mélyebben kifejtette, hogy ő meg volt győződve ennek az úrnak, talán a nevét sem illik kimondani, az ártatlanságáról, ami nincs, tehát ilyen nincs. Jó, hát én személyesen sem szeretem őt, de... Van valami konfliktusok? Nem volt vele konfliktusom. Hát a politikában nagyon sokszor van az, hogy ránézel valakire, és látod, hogy ja, ez a Biden, hát ez hülye. És ezt gondolja Balogról is?
Ide? Aha, jó, jó, jó. Megfogjam addig? Dehogy is megvan. Hajrá, magyarul. Szuper, meg vagyunk. És ha már itt vagyunk, akkor van kedvük esetleg válaszolni egy-két kérdésre? A Magyar Péterről hallottál, mert ő ma délután tartja ezt a zászlómontó rendezvényét, és akkor ő is berobbant a közéletbe. Láttam az interjúit. És mit gondolsz? És meg Partizán. Nekem szimpatikus. Aha. Ki az a Magyar Péter? Nem hallott még róla? De hallottam egyszer, személyesen is találkoztam vele. És mi a véleménye róla egyébként? Hát nem jó a véleményem. Én úgy gondolom, hogyha kiszállok egy fészekből, akkor nem kiabálok oda tüsköd bogarat, ráadásul bizonyítékok nélkül. A NER hátán jól élt, mindenfajta megbízásai voltak, igazgatói tanácsokban jó pénzeket keresett, nem egybe volt. Na most valamikor utána kezdték őtet felszámolni ezekből az állásokból, most keserű lett a savanyú lett a szőlő. De azok, amikről ő beszél, hogy Nem tudom, hogy igaz vagy sem. Hát honnan tudjam? Konkrétumot nem nagyon mond, csak nagy általánosságokat. Nem tudom. De ön szerint nem jogos az a kritika, amit ő megfogalmaz? Tehát, hogy nem tesz jót mégis ennek a politikai közösségnek, hogy beszélnek ezekről a dolgokról? De jogos lenne, ezelőtt 5-6 évvel szólt volna, hogy hello, ez így nem jó. De hogy ez most jutott eszébe, hogy elkerült mellőle a szponzora, akkor ez így utálatos. Morálisan nagyon megkérdőjelezhető az, amit most csinál. Az elképesztő, hogy ő ennek a kezdetektől, tehát a nulladik lépésben a tudatában volt. Tehát ez feltételezés, de nagyon nagy naivitás lenne azt gondolni, hogy nem. A Magyar Péter ma délután ő is tüntetést szervezett. Kíváncsi lennék, hogy önök mit gondolnak róla. Nem zavar senkit. És jogában van pártot alapítani, ha a kutyapártnak van joga, akkor neki is. Aztán kiderül, hogy mire viszi. De hogy például, amikor azt mondja, hogy itt pár család kezében van az egész ország, az önök szerint az egy jogos kritika? Hát van egy jogos kritikája. Ezt például mi is tapasztaljuk, hogy hát tényleg pár embernek a kezében van az egész. A föld, a gyár, a bankok, mindegyik kevés ember kezében van. Nagyon sok minden, vagy hogy mondjam, szóval nem volt minden olyan meglepő számomra azok közül, amiket elmondott. Nem voltam annyira nagy burokban, hogy ezek úgy megleptek, hogy mondjuk, nem tudom, így Rogán Antallal kapcsolatban, amiket mondott. Még egy utolsó kérdés, hogy a Magyar Péter biztosan hallottál, hogy róla mit gondolsz? Nem tudok róla mit mondani. Olyan, amilyen. Mindenkit úgy kell szeretni, ahogy van. Köszönöm szépen! Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a HVG YouTube csatornájára.